Köszöntöm köreinkben dr. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter, Tiszalökváros díszpolgárát. Dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő urat. Kovács Sándort, országgyűlési képviselő urat. A megyei kormányhivatal képviseletében dr. Hosszú József urat, a Tiszavasvári járási hivatal képviseletében Aratóné Perrési Mariant, Gyenge Bíró István urat, a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézet parancsnokát, Tiszalökváros jegyzőjét, Mező József urat, Tiszalökváros aljegyzőjét, Csikósné Juhász Erikát, a Tiszalöki képviselőtestület megjelent tagjait, az egyházak képviselőit, Lőrinciné Harászi Andrea református lelkészasszonyt, Földes Gábor, római katolikus plébánost, a civil szervezetek és intézmények vezetőit, képviselőit, Tiszalökváros megjelent díszpolgárait, Király Sándor urat, Nagy József urat, a környező települések polgármestereit, alpolgármestereit, képviselőit és polgárait, a helyi vállalkozókat, támogatókat, és természetesen minden megjelent érdeklődőt. És természetesen nem utolsó sorban Tiszalökváros polgármesterét és egyben a rendezvény fővédnökét, Gömze Sándor urat.